ezek megmaradt jövedelem, tehát a költekezésben megmaradt jövedelem, az melyik szektoroknál is képződött, és ez milyen következményekkel járt. Itt jól látható, hogy az egyes szektorok pénzügyi megtakarítását vizsgálva, elsősorban a háztartási pénzügyi megtakarítása az, ami jelentős, és ez biztosítja a külső finanszírozási képességet. Viszont 2017-ben itt is egy jelentős változás történt, tehát visszaállt az a régi gazdaság antonalmenetrend, amikor a háztartások pénzügyi megtakarítása finanszírozza az állam, illetve a vállalatok finanszírozási igényét. Látható, hogy a költségvetési hiány továbbra is visszafogott, ugyanakkor a külső finanszírozási képesség csökkenése mögött az áll, hogy korábban válság után a vállalatok finanszírozási képességet mutattak, tehát ez 2011-ben finanszírozási igénybe váltott, tehát már a vállalatoknak is kevesebb megtakarítást kellett, mint amit hiteltek föl, őknek is finanszírozási igényük van. Hogy mi áll ennek a háttérében, ennek a forgalatok háttérében? Kisebb részben az is hozzájárult, hogy az igen erős hazai dinamika mellett a vállalatok működési eredménye az csökkent valamelyest. Ugyanakkor elsősorban a korábban említett beruházás növekedés az, ami így negatívan fordította a vállalatok finanszírozási képességét. Illetve még azt érdemes kiemelni, hogy az a plusz pénz, amit a vállalatok kérnek, a magasabb érdemelkedés mellett a háztartásoknak kifizetnek, az 2017-ben részben a pénzügyi megtakarítás növekedésében csapódott le, tehát nőtt a lakosság pénzügyi megtakarítása, és ilyen szempontból a külső finanszírozási képességre jól kisebb hatása volt. A magas lakossági megtakarítás továbbra is lehetővé teszi azt, hogy a lakosság jelentős állampapírvásárlásokat hajtson végre. Látható, hogy 2012 utáni lakossági állampapírvásárlás 2017-ben is nagymértékű volt. Emellett a jegybank által is támogatott egy finanszírozási program a bankok állampapírvásárlását is támogatott, a bankok is továbbra növelték állampapírállományokat. És ez biztosította azt, ez a két szektornak az állampapírkereslete biztosította azt, hogy az állam a lejáró adósságát, a hiányát, illetve az EU források megelőlegezését is belföldi forrásokból tudta finanszírozni, és a külföldiek állampapírállománya csökkent, a külföldiek devizakötvényei is csökkentek. Tehát a ez járult hozzá, illetve ezek a folyamatok letették lehetővé azt, hogy az állam nettó külső adósságra csökkenjen. Ennek egy további megjelenési formája az, hogy az állam csökkenő államadósság mellett az állam külföldre való ráutalsága annak csökkenése annak is tükröződik, hogy az államadósság külföldi tulajdonban lévő aránya tovább csökkent 2017-ben, illetve a központi költségvetési adósságnak devizai része aránya is tovább csökkent, és megközelítette a 20%-ot 2017 végén. Na jó, én szerettem volna hazai folyamatokra is.